Születtem itt a Dunakanyarban, itt a zebegényi szülőotthonban, nagyon szépen a Dunapartján. Itt nőttem fel aztán Nagymaroson, itt jártam óvodába, iskolába, majd gimnáziumot végeztem Vácon, és utána repülésben tevékenykedtem, össze mint tanuló, repülőgép szerelő, aztán tanulási évek után egy másfél évet ebben a szakmában, és utána pedig technikumot végeztem még, ezután a repülési iskola után, és utána váltottam állást, mint vízműgépész technikusnak mentem el, és közben már párhuzamosan elkezdtem a kerékpárszerelést egy 10 évvel ezelőtt, és akkor szép lassan, mert valamelyik munkahelyet el kellett hagynom, és hát így az mellett döntöttem, hogy itt a kerékpárszerelés mellett maradok. Persze versenyeztem is kerékpáros versenyzőként, egy kerékpáros versenyzőként, és épp ebből származott az az ötlet, hogy szereljek kerékpárokat, mert az én kerékpáromnak a szerelése az drága volt, de aztán versenyzést is elhagytam, és megmaradt hobbi szinten a kerékpáros, ami sokkal szebb. Utazgatni kezdtem így a világban, először csak így Európa szerte, aztán jött véletlenül egy ilyen indiai lehetőség, egy ilyen hegymászással egybekötött, és aztán így Indiánál maradtam, és így többször is sikerült szerencsére eljutnom Indiába. Ami aztán már nem hegymászással volt kapcsolatban, hanem így kultúrával és vallással és vallásfilozófiával. Megpróbálom helyre tenni magam a világban, vagyis hát hogyan miért ide születtem, ha megszülettem, akkor itt megpróbálom ezt helyre tenni, és megpróbálok úgy emberré válni, hogy minden embernek kéne válnia, ezzel nem magamat akarom persze felmagasztani, hanem minden embernek törekednie kéne arra, hogy igazán emberré is kimutassák, hogy ember az alapállásban is, és nem a külső világ utánló rohangászó félbolond. Nincs semmi baj. Az embernek példájával kellene, nem prédikálni kell, hanem ezt a példát kell mutatni. És ezzel nem tudnak mit csinálni, vagy nem tudnak mit tenni.
példa tiszta és szép, akkor előbb-utóbb van, aki követi. Tehát nem is az a célom, hogy kövessék, nem arról van szó.